Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt is vagyunk a legelátkozottabb reklámok, amik valaha voltak második részében. Az előző rész nagyon tetszett nektek, mondtátok, hogy nézzünk még több ilyet, mivel rengeteg ilyen van, és hát nem is tudom tovább a szót, csekkoljuk is le. Az első az elvileg, ez a Sugar Rice Crinkles Commercial. Nem tudom mi az, nézzük. Aha, szóval ez ilyen bohócos. Oké, szóval éhes a bohóc. Az valami... valami műzli. Műzli reklám. Ez tényleg egy bohóccal kellett? Bele se akarok gondolni, mennyi gyereknek okozott ez a reklám rémálmokat amúgy. Egy ilyen kinézetű bohóccal. Ó, és meg kínos is az egész. Nagyon jó. Jó, hogy ennek az egésznek egy bohóc is a reklám arca, vagy hogy mondják. Jó, ott akkoriban, nem tudom ez mikor ez a reklám, szerintem 1980 vagy 90 valamennyi lehet ez. Akkoriban még annyira nem figyeltek arra, hogy mi lehet ijesztő és mi lehet kevésbé ijesztő a gyerekeknek. Hát ezt mondjuk manapság nem biztos, hogy lejátszanák a tévébe. De biztos, hogy voltak akkor is már olyan gyerekek, akik fostak a bohócoktól, főleg az ilyen bohócoktól. Szegény leült tévézni, hogy ő most picit, mit tudom, nézze ami mesét, vagy nem tudom. Az bedob egy ilyet a tévé. Creepy Japanese Kalbi Consume Punchy Dog Commercial. Nem tudom mi ez, de a Creepy Japanese-ből már nem tetszik ez az egész nekem. Kiskutya! Valószínűleg ez a zene is copyrightos lesz alatt, mint az előző rész. Miért van valaki beöltözve kutyának? Ez egy jelmez, ugye? Jó, jól látom. Hát most megint ugyanaz? Nem, ez többször van lejátszva egy... Nem. Hát itt máshogy néz ki a kutya. Szegény gyerek. És táncol egy ember, aki beöltözött kutyának, hát hova süllyedünk? Pont láttam egy videót most az interneten, hogy egy csávó több millió forintért vett egy jelmezt, ami egy kutya jelmez, és hogy végre kutyának érezheti magát, azt mondta. Hát itt is valami hasonló a téma. Amúgy a zene az jó alatta. Nem valami nehéz dalszöveg. Jó, több ilyen reklám is volt. Hopp, az ott átment. Na, ott egy igazi kutya végre. Nem értem a reklámnak a koncepcióját amúgy. Értem, ez valami snack. Valami picike snack. Consume Punchy. Tehát az a lényeg, hogy valami gyerek szomorú, majd oda megy a kutyaember, és felvidítja. És miután megeszi ezt a Consume Punchy-t, hirtelen jó kedve lesz a gyereknek. Van ebből még egy. Oké, itt fociznak a gyerekek. Itt is szomorú a gyerek. Szóval ugyanaz az összes reklám, csak más. Úristen. Csak más. Ugyanaz, csak mégis más. A gyerek az annyira nem értem, és mi baja van? Mi a franc? Hát az eddigiek olyan aranyosak voltak, itt meg hirtelen egy váratlan esemény. Fölviszi a kutyaembert a UFO, majd leérkezik, és így néz ki. Na jó, ezt előadtak tévébe, tehát nem á. Hát eddigiek olyan aranyosak voltak, nem volt benne semmilyen. Lehet ezt se szánták ijesztőnek, csak így jött ki a lépés. Kis vörös kis szemek. Ez ami kex, jól látom? Ja, ez ami kexféle. Na jó van, menjünk a következőre, ez nagyon elborult. Az elején nem is tűnt annyira ijesztőnek. De az utolsó az így... Hát azért na, what the fuck. Itt is van a következőnél. Ennek az a neve, hogy Kaffee Commercial. És én már a képéből látom, hogy én erre nem akarok rányomni. Tehát biztos sokatok ismeri ezeket, ezt a kis ártatlan kis utat, kis erdős utat. Na hát az igazság az, hogy ez nem annyira ártatlan. Engem ezzel a gyerekkoromban legalább ötször beszaradtak. Na jó, most belenézünk. Elmondom itt a lényeget. Itt lesz egy jumpscare. Tehát
ott a végén lesz egy jumpscare, amit le is némítom, lehallgatom. Biztos, hogy benne, hogy találkoztatok már ezzel a reklámmal, vagy ezzel a videóval gyerekkorotokban. Ez 17 éves, hát akkor volt már YouTube 2006. július 8. Mindjárt emlékszem, amikor leültettek a kis telefon vagy gép elé, hogy figyelj ezt a videót, nézd, ott megy az autó. Naivan leültem, megy az autó, te jó. És a végén történni fog valami. Ne jegyetek meg, lesz egy jumpscare, hang az nincs rajta, ugye? Meg így is képes vagyok megijedni. De hogy ez mégis minek a reklámja volt, azt mai napig nem tudom. Shooting car commercial. Tehát ez egy autóreklám volt. És ez lement a tévébe. Egy jumpscare-es reklám ment le a tévébe. És gondoljátok bele, hogy most menne le ilyen, mi lenne? Mekkora felháborodás? Kinek volt ez az ötlete? Melyik elmebeteg? Ott sérült. Nyugodtan jogázik a nő, az beugrik a pofádba egy jumpscare. Jó, ja, ez egy... Ó, ez egy kávé reklám! Nem is autó! Nem tudom elkezdeni a beszélgetés, hogy összeülnek, hogy fiú srácok, kész van az üdítő, és a kávé, mi legyen a reklám? Főnök legyen az, hogy megy egy ártatlan videó, ahol, mit tudom én, két pár van a naplemente előtt, és a végén beugrik egy zombi a képbe, sikítva. És az a durva, hogy itt nem csak az beteg, aki ezt kitalálta, hanem akik elfogadták, és azt mondták, hogy oké, menjen, és ne csak egy rész, hanem 15. mennyi álmatlan éjszakát okozott nekem ez a reklám. Rohadjanak meg, na jó, menjünk a kövére. Ez Burger King TV commercial, Eat Like Snake. Tehát ez egy Burger King reklám lesz. Egyél úgy, mint egy kígyó. Most éhes lettem. Dik-dik. Megkívánt. Mi történik? Nem jutok szavakhoz. Figyelj már, csámbó, valaki megeszi a kajádat. Menj már vissza, nézd már meg, hogy ott mit tört. És egybe bekapta. Ja, hogy ő végignézte ezt az egészet. Ez egy Whopper reklám volt, egy Whopper. Hát az, hogy ez nem tudok mit hozzáfűzni, tehát láttátok, mi történt. A paleszító az odakúzott a kis szendvicshez. Már ezt nem értem, hogy miért. Majd kinyitja a száját. Az bekapja az egészet. Aztán meg bemondja, hogy egyél úgy, mint egy kígyó. Tehát nem tudom, a kígyónak miközben van ehhez a Whopper menőhöz. Lehet én vagyok a hülye. Nem tudom. De ezt is leadták a tévébe. Hát hogy mondjuk, ez annyira nem ijesztő, ez inkább ilyen... Miért? Miért kell ilyet? Na itt vagyunk a legutolsó videónknál, Super Mario World 2 Yoshi Island SNES Commercial Retro Game Trailer. Szóval a Super Mario 2-nek volt egy trailere. Na hát ebben mi rossz lehet? Oké. Szóval egy kicsit túlsúlyos ember eszik. Egyelőre ezt látjuk, mondja behányok. Miért? És itt mi a baj? Mi a lényeg? Super Mario World 2, only on the Super NES, still the big one. Úristen, hova süllyedünk? Mi volt ez? Mi volt ez? Ennek mi köze van a Super Mario-hoz? Tehát a csávó eszik, majd azt mondja, hogy ajaj, és szétdurrana bele. Majd ráfröccsen az emberekre. Hát ez mennyire undor, hogy tudod, ez miért Super Mario reklám? Annyi köze van Super Mario-nak ehhez, hogy be volt vágva kettő klip a Super Mario-ból, meg a végére, hogy vedd meg. Na jó, most srácok, ennyi lett ma ez a videó. Hát igen, vannak elég érdekes, vagy voltak elég érdekes reklámok a tévében. Nem tudom, hogy vannak-e még ilyenek, de hogyha igen, akkor... Nem tudom, lehet lesz ebből egy harmadik rész is, majd még kiderül, hogy találok-e ilyen reklámokat. Hogyha nektek van bármilyen ilyen reklám, ami régen traumát okozott, akkor mindenképp írjátok a kommentbe, aztán ránézek. Én viszont meg szeretném köszönni mindenkinek a figyelmét, következő videóban találkozunk, addig is jók lehetek. Szevasztok!